Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója. Június 18-a Arnold és Levente névnapja van. 536 éve született Fráter György erdélyi kormányzó, aki megkezdte Erdély különállammá szervezését. 1868-ban látta meg a napvilágot Vitéz nagybányai Horthy Miklós, a Magyar Királyság kormányzója. Most jöjjenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Megoldódhat a Krivaja szennyezettségének problémája tartományi támogatással. Megkezdődtek a kísérettségik Szerbiában. Anyanyelv, matematika és kombinált tesztet töltenek ki a nyolcadikosok. Forrong Macedónia, tüntetés sorozat kezdődött a népváltoztatás miatt. Lefagyott Északbácskában a barack, mégis sokan árulják a piacon, drágán. Még mindig iszonyatos bűzt áraszt a Krivaja folyó, azonban csökkenhet szennyezettsége a tervek szerint az elkövetkező időszakban. Egy erre vonatkozó cselekvési tervet dolgoztak ki Topolyán. Hamarosan megkezdik egy korszerű szennyvíztisztító kiépítését is. Egyebek mellett erről tárgyalt ma Topolyán és Kishegyesen tett látogatása során Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke, és Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke. A tartományi képviselőház, valamint a vajdasági kormány elnöke rövid megbeszélést folytatott a topolyai és környékbeli vállalkozókkal, ezt követően pedig bemutatták azt a cselekvési tervet, amit a Krivaja szennyezettségének csökkentésére dolgoztak ki, Szinkler Rudolf nyugalmazott vízügyi mérnök vezetésével. A lényeg az, hogy a alaptörvények alapján a vízjogi törvény, a környezetvédelmi törvény, kommunális tevékenység törvény, még más rendeletek alapján kötelezik a szennyezőket, hogy záros határidőn belül megoldják a teljes mértékben a szennyvíz összegyűjtését, levezetését, szennyvíztisztítását és a vízbefagyokba való bebocsájtását. A tartományi tisztségviselők meglátogatták a jövőben kiépülő topolyai szennyvíztisztító helyszínét is, az úgynevezett Juhász hídnál. Topolya község területén egyelőre csak Bácskosút falván működik szennyvíztisztító berendezés. Topolyán viszont még az idén megkezdődik egy új korszerű szennyvíztisztító berendezés kiépítése, amelynek munkálatai várhatóan 3 éven belül befejeződnek, azaz 2020-ig adják át majd rendeltetésének. Ezzel jelentősen csökkenhet majd a Krivaja szennyezettsége. Ide vezetik majd el a közeli Bajsa háztartási szennyvizét is, mondta Kislinder Gábor, Topolya polgármestere. Most az előszámlázott költség, az 350 millió, a tervezett költségeket, azokat pedig napokon belül megtudjuk, és annak függvényében fogjuk az eszközöket előlátni. Az elsődleges cél mindenképpen az ipari szennyezés felszámolása, hiszen elviselhetetlen a bűz a Krivaja mentén, és borzalmas a látvány is. Pásztor István és Igor Mirovics a Kishegyes központján is áthaladó és iszonyatos szagot árasztó patakot átszelő hídon találkoztak Márkó Lázittyal, Kishegyes polgármesterével. A tartományi képviselőház elnöke szerint azonnal hozzá kell látni a hulladékvizek tisztításához. A kishegyesi víztisztító egyébként 250 millió dinárba kerül majd, mondta Pásztor István. Ez az alapföltétele annak, hogy megszűnjön a Krivajának a folyamatos szennyezése, azt követően pedig magával a mederrel, illetve magával a folyóval tudunk majd foglalkozni. Van itt még egy fontos dolog, és a mai napnak ez is egy tartalma volt. Topolya tekintetében 3 olyan céggel is tárgyaltunk, akik jelentős szennyezői a Krivajának. Nekik el kell készíteniük az általuk kibocsátott hulladékvíz tisztításának tervét, ezek felépítését is támogatni fogja a tartomány, ígérte Igor Mirovics. Ovo je višegodišnji posao koji ćemo realizovati zajedno i tiče se ne samo izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, već izgradnje sekundarne kanalizacione mreže, zatim izgradnje centralnih kolektora i uopšte čišćenja toka reke Krivaje, da bismo dostigli one standarde koje želimo. A tartományi kormány elnöke hozzátette, szeptemberig véglegesítik a projekt dokumentációt, ezt követően munkához látnak. Ma megkezdődtek Szerbiában a kísérettségik. Országszerte mintegy 71.000 nyolcadikos diák vesz részt az anyanyelvi, a matematika és a kombinált teszt kitöltésében. Ma az első napon anyanyelvi ismereteiket mérték fel a vizsgán.
A kísérettségi jelenti, az általános iskola hivatalos befejezését és a teszteken elért eredménytől függ, hogy ki melyik középiskolába iratkozhat be. Sok diák a tesztet megelőzően felkészítő órákra járt, és így a tesztkérdések nem okoztak komolyabb gondot nekik. Nem hiszem, hogy annyira nehéz volt, igazából különböző volt a próbatesztől, egészen más kérdések voltak, de szerintem jó volt, nem volt nehéz, tehát meg lehet oldani. A végzős diákok nagy részének már van valamilyen elképzelése arról, merre szeretne tovább tanulni. Jártam többször a magyar tanárnőhöz, fizika tanárnőhöz, egyszer bementem a kémia tanárnőhöz, de ezekre mentem. És merre szeretnéd folytatni majd a tanulmányodat, tudod-e már? Hát a MESZ-be szeretném még ilyen elektronikával kapcsolatos dolgokkal. A végzős diákok továbbtanulásáról kérdeztük Miskolci Nyilas Izabella, biológia szakos tanárnőt. A legtöbbjük azért most már eldöntötte, hogy merre, hova tovább, legalábbis az első néhány szakban biztosak. Nagyon kevés az, aki még gondolkodik közülük. Hát most már végső ideje, hogy eldöntsék. A teszteken maximálisan 40 pontot lehet elérni, anyanyelvből és matematikából 13-13-at, a kombinált teszten pedig 14-et. Az iskolai eredmény alapján legfeljebb 60 pontot kaphatnak a diákok. Mindhárom napon a tanulóknak 9 órától 11 óráig van joguk írni a tesztet, valamint a tanulók az első, tehát az előírás szerint az első 45 percben nem hagyhatják el a termet. Ez azt jelenti, hogy 9-től 9.45-ig minden tanulónak a teremben kell tartózkodnia, és ugyanígy az utolsó 15 percben sem hagyhatják el a termet. A Majsai úti általános iskolában idén 92 tanuló záró vizsgázik, akik közül 47 magyar és 45 szerbajkú tanuló írt tesztet. A vizsgák előzetes eredményeit június 22-én tudják meg a diákok, a végleges eredményeket pedig június 28-án teszik közzé. A középiskolai iratkozás pedig július 9-én és 10-én lesz. Szigorúan ellenőrzik az érettségizőket és az őket felügyelő tanárokat is, mondta Mladen Šarčević. A szerbiai oktatási miniszter szerint minden oktatási intézményben dolgoznak olyan tanárok, akik nem megfelelően végzik munkájukat. Ebből kifolyólag előfordulnak olyan esetek, hogy egyes diákok vókdiplomával fejezik tanulmányaikat, de az érettségén gyenge eredményt érnek el, vagy pedig éppen fordítva. Amennyiben megalapozott lakossági bejelentés érkezik egy esetleges szabálysértésről, akkor annak mindenképpen utána kell járni. Čiže sve vrste kontrola, neću baš da vam otkrijem sad kako, gde i šta, znači ja služim meni dozvoljenim sredstvima i svakako kontrolišemo maksimalno sve, mi sastavljamo tu aginu, školske uprave sa nama također, rekao sam malo pre da je do zadnjeg mesta u Kosovo Metohiji sve stiglo i danas počne isto vremeno. A macedon kormány ellen tüntettek Skopjéban tegnap este. A tiltakozók egy ideig békésen gyülekeztek, majd később kővel, hanggránáttal kezdték dobálni a parlamentet védelmező rendőröket, amire a rendőrök könnygázzal válaszoltak. Információk szerint a demonstrálók árulással vádolják a macedon kormányt, mert aláírták a névváltoztatásról szóló egyezményt Görögországgal. A tiltakozásban több rendőr megsérült, 25 demonstrálót letartóztattak. Görögország és Macedónia külügyminisztere aláírta vasárnap a megállapodást a névvita rendezéséről, amelynek értelmében a volt jugoszláv köztársaságot Észak-Macedóniára nevezik át. A megállapodás az ígéretek szerint lehetővé teszi, hogy Macedónia elkezdje a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, és várhatóan a NATO is hamarosan felveszi az országot a tagjai közé. Nincsenek veszélyben a Görögország, illetve Törökország felé utazók az észak-macedóniai tiltakozások miatt, nyilatkozta a Pannon RTV-nek Alexander Senicic. Az utazási irodák szerbiai szövetségének igazgatója kérdésünkre elmondta, a megmozdulások csak a városokban szerveződnek, az autóutak mentén nyugalom van. Az éppen most a nyaralási idén kezdetekor tömegesen útra kelő turisták utazási körülményeiről, biztonságáról kérdeztük az igazgatót. Trenutne informacije govore u prilog tome da nema nikakvih okupljanja blizu ili na samom autoputu na prolasku kroz Makedoniju. Dakle, sva okupljanja se dešavaju u samim gradovima. Put kroz Makedoniju prema Grčkoj ne vodi kroz centar grada i nema nikakvih problema. Za sada nije bilo nikakvih zastoja ili nekakvih blokada puta da bi to imalo uticaj na putovanje. Sa druge strane, kad je reč o Turskoj, takođe ista je priča. Dakle, kroz Bugarsku ili ako idu kroz Grčku pa na pravac
Turske, takođe ni u tom, na tom pravcu ne beležimo neke veće zastoje, uobičajeno je. Fáradtság, meleg, tömeg – ezek jelentik a legnagyobb veszélyt nyáron az utakon. A szerbiai közlekedésbiztonsági ügynökség igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a balesetek legnagyobb százaléka hétvégén éjszaka történik, amikor a sofőrök többnyire álmosak, fáradtak és sietnek. Azt javasolják, hogy 2 órányi vezetés után mindenképp álljunk meg egy 15 perces pihenőre. Az igazgató szerint nagy veszélyt jelentenek az általában Törökországba hazasiető vendégmunkások is, akik gyakran nem tartják be a szabályokat, és akik miatt különösen nagy forgalom alakulhat ki az autópályákon, határátkelőkön és fizetőkapuknál. $500 millió kinyitná a Fehérház kapuját, és lehetőséget adna arra, hogy egy Donald Trump amerikai elnökkel való találkozón Szerbia harcoljon érdekeiért Koszovóval kapcsolatban, jelentette ki Ivica Dačić szerb külügyminiszter. Holnap mást hibáztatunk, mert valaki előbb ment Trumphoz, mint mi. Amerikában tudják, hogy működik ez. A lobbizás törvényes, legális. Szerződések vannak, amelyek nyilvánosak, közzé teszik őket a minisztérium honlapján. Foglalkoznunk kell ezekkel, tette hozzá. A kérdésre, hogy mit kap ezáltal Szerbia, Dačić elmondta, megteremtődik a pozitív környezet, hogy meghallgassák és figyelemre méltassák a Koszovóval kapcsolatos kérdés megoldásának módjáról szóló szerb véleményt. Grete Faremóval, az ENSZ projekt támogatási hivatalának ügyvezető igazgatójával találkozott ma a szerb államfő, tájékoztat Alekszandar Vučić kabinetirodája. A felek a szerbiai projektek végrehajtásáról egyeztettek. A szerb köztársasági elnök megköszönte a hivatalnak, amiért támogatást nyújtott Szerbiának 2014-ben az árvizek idején. Az ügyvezető igazgató további támogatásáról biztosította Szerbiát. Faremo leszögezte, 15 éves itteni tevékenységük alatt kifejezetten jó kapcsolat és együttműködés alakult ki a szervezet és a szerb kormány között. Sikeresek azok az összetett gazdaságfejlesztési programok, amelyeket a magyar kormányzat a határmenti térségekben indított, azzal a céllal, hogy a külhoni nemzetrészek megmaradását is segítse, hangoztatta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a Szent Gotthárdon. Szilágyi Péter elmondta, a határon átnyúló régiók gazdasági fejlesztésének további eszköze lehet a határmenti területek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, és emellett a magyar kormány elkötelezett. A magyar kormány által biztosított vajdasági gazdaságfejlesztési program pályázati kiírásának 5. köre pénteken lezárult. Ennek kapcsán a Prosperitati Alapítvány ügyvezetőjével láthatnak egy interjút műsorunk végén a Híradó Pluszban. Most nézzük, mivel foglalkozunk még a Híradó folytatásában. Évadzárót tartott a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata tegnap este. Lassú léptekben ugyan, de érkezik térségünkbe az igazi nyár. Az ostorfák rossz állapotuk miatt lettek eltávolítva Palicson a Tó utcában, tájékoztat a Palics Ludas közvállalat. Az elmúlt időszakban több interneten megjelent kép bizonyítja a fák kivágását, sokan felháborodtak. A közvállalat szerint a fák eltávolítása a törvénnyel összhangban történt, azok veszélyeztették a turisták és az ott lakók biztonságát. Hozzáteszik, a gyakorlatban nem megszokott, hogy az ehhez hasonló munkálatokat a lombontás időszakában végzik el. Ennek ellenére a fák súlyos állapota miatt szükséges és sürgős volt a kivágás. A közvállalat természetvédelmi őrei elvégezték a fészkek és oduk ellenőrzését, így a fakivágás az élővilágra nem jelent veszélyt, áll közleményükben. Drága a barack Szerbiában. A tavaszi fagy következtében Északbácskában a termelőknek teljes termés kiesése volt, a legtöbb fáról lefagytak a rügyek. Az áruházakban és a piacokon ennek ellenére nincs hiány barackból. A legtöbb helyen behozatali árut lehet vásárolni, amely drágább, mint a helyi termelők portékája. A napokban pedig megjelent a piacon a Szerbia déli részeiről érkező barack is. Sram Rozália minden évben több kiló barackot vásár, közkedvelt gyümölcsről van szó térségünkben. Az áremelkedés azonban hatással van a keresletre. Azt szoktam legtöbbet eltenni, 2 lányom van, és akkor mind a kettőnek 10-10 kilót, meg még magamnak is. Új lekvárt főzök, új befőttet csinálok. Nekem most tavaly nagyon sokat tettem el, és maradt még az idén, úgyhogy nem tudom, hogy most veszek-e, nem veszek, vagy ilyen árak vannak.
A magas árak mellett a behozatali gyümölcs ízére is panaszkodnak a vásárlók, ugyanis ezeket a barackokat még az érés előtt leszedik, így az édes nektár helyett az éretlen gyümölcsbe haraphatunk bele. Sajnos a kis nyugdíjasok nem tudják megvenni. Úgyhogy meg az ízese még nem olyan, mint ő. Drága. A sárga barackára még mindig nagyon drága a piacokon. Ez annak köszönhető, hogy az eladók nem tudnak hozzájutni a helyi termelőktől, csak behozatali gyümölcsöt értékesíthetnek, így a vásárlók is magasabb áron tudnak hozzájutni. A gyümölcsára elérheti akár a kilónkénti 210 dinárt is, a piacon azonban ráakadtunk olcsóbb gyümölcsre is. Ez az miatt van, hogy a dél-szerbiai termelők is elkezdték szállítani a barackot Vajdaságba. Most itt két hete megjelent a Gorockáról, meg a Szerbia különböző részeiről. Vannak árusok, akik egész kombikkal jönnek le és hozzák. Itt az elejében még rossz minőségben, jó zölden, de az utóbbi napokban már megérkezett az érettebb is, az ára is most már egész tűrhető, úgyhogy 100-120 dinár a nagybani ára, tehát mi 150-60-i próbáljuk meg egyelőre, még el tudjuk adni. Az Észak-Bácskában tapasztalt károk azonban hatalmasak. Kovács Eszter és férje 500 termőfán és 200 fiatalfán termel őszi, illetve sárga barackot. A későn jött fagy számukra is nagy anyagi kiesést jelent. Sok a kiesés, ugye? Az őszi barack is, meg a sárga barack is. Hát tavaly nagyon jó volt. És hát ez most volt fődieper, most az almáig nem lesz semmi termésünk, úgyhogy most csak úgy dolgozunk, permetezünk, de hát ha jövőre majd jobb termés, bízunk benne. Ott jártunk, a házaspár épp a gyümölcsöt szüretelte, két fáról tudtak összesen leszedni egy láda őszi barackot. Átlagos hozamú idén zártak a Zenta környékén kaprot és spenótot termelő gazdák. A spenót betakarítása május elején, a kaporé pedig május közepén történt meg. Az oromparti mezőgazdászok több mint fele foglalkozik a kultúrnövények termesztésével. A gazdák számára előnyös, hogy a spenót betakarítása után kukoricát, a kapor betakarítása után pedig szóját vethetnek a földjükbe. Rózsa Károly oromparti termelő földjén jelenleg növekvőben van a kukorica. Az elhúzódó tél ellenére a kapor és a spenót hozama nem csökkent számottevően. Hihetetlen, nem sínlette meg a késői vetés, mert az április az aztán végig nagyon meleg volt, és a meleg az nagyon hajtotta a kaprot, nagyon szépen kikelt. Hozamról nem igazán tudok még nyilatkozni, mert nincs meg a végleges elszámolás. Egyébként a kapor az valahol mindig a 8-9, meg 11 tonna, 11 tonna körül, tehát ott szokott a vége lenni. Tehát 8-tól 11 tonnáig megy a termése standardba. Búrány Béla idén 8 holdföldet vetett be spenóttal és 6 holdat kaporral. Elmondása szerint a növények leginkább a csapadékra és a hőmérsékletre érzékenyek. A spenótban nekem egy kicsit kevesebb lett, mivel nem jó magfajtát választottam, ezért az a 10 tonna körül lett holdján. A kapor is átlagban jó lett, az 12 tonna körül lett holdanként. A mezőgazdászok elmondták, minél közelebb van a felvásárló, annál jobb, hiszen a spenót és a kapor a szállítás során veszít a minőségéből. Az oromparton termelt növényeket Martonoson vásárolják fel. Mindkét kultúrnövény kilónkénti ára 9-10 dinár körül mozog. A 8 nő című előadás rendhagyó változatával zárta az évadot a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata. Kihirdették az évad legjobb színészét és színésznőjét, és ismertették az idei Pataki gyűrű várományosait is. A 8 nő című bűnügyi komédia rövidített zenés változatát a tegnapi gálán 8 férfi játszotta. A Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának sikerült nagyon sok stílust és műfajt megmutatni az évadban. 4 bemutatójuk volt. Rengeteg fesztiválon jártunk, és nagyon sokat játszottunk házon kívül is, amire nagyon büszke vagyok, mert tényleg most úgy jött össze ez az évad, hogy rengeteg meghívásunk érkezett. Az évad színésznője Pesic Mónika, akinek idén nagy kihívást jelentett a kosztümtervezést, a Baby Jane pedig egy igazi jutalomjáték volt.
arról beszélünk, hogy ugye az, hogy mik a szerep álmai az embereknek. Én nem tudtam, hogy létezik a Baby Jane, tehát nem lehetett szerep álma. Igazából nem is volt. De ez tényleg egy olyan női szerep, amiben fürödhet egy színész. Az évad legjobb színésze Baráth Attila. Mind a négy előadás, amiben részt vettem, az ebben az évadban azok nagyon különbözőek voltak, és különböző kritériumok voltak, különböző szerepformálások, teljesen más tapasztalatok, más rendezők, nyilván teljesen más folyamatok voltak. A rendezvényen ismertették a Pataki Gyűrűdíj idei várományosait, Jászai Tamás magyarországi kritikus Béres Mártát, Előre Minát, Mészáros Gábort, Nesics Mátét és Pesic Mónikát jelölte. Paskó atya koptája és konyhája címmel rendhagyó könyvbemutatót tartottak vasárnap este a Szabadkai Városháza dísztermében. Simon Erika interjú kötete a Budapesti Keresztény Könyvhét kapcsán jelent meg májusban. A könyvbemutatót zenei betétek, valamint falatnyi gondolatok tarkították gasztronómiáról, vallásról és zenéről. A Paskó atya kottája és konyhája elnevezésű interjú kötetet egyelőre 1000 példányban jelentették meg. A jövőben Vajdaság szerte megtartandó könyvemutatókon lehet majd megvásárolni, illetve azokban a magyarországi könyvesboltokban, ahol egyébként keresztény témájú könyveket árusítanak. Az ünnepi műsorban a Szabadkai Zeneiskola tanárai és növendékei adtak koncertet. Az estét a 14 éves Balázs Piri Soma szegedi zongorista a Magyar Közmédia Tehetségkutató versenyének korcsoport győztese tette színesebbé. A szép zenei betétek mellett Paskó Csaba pap, karnagy és szakács menüjén lélekfalatok szerepeltek, valamint falatnyi gondolatok gasztronómiáról, vallásról és zenéről. Paskó atya már szakácskönyvet is adott ki, most pedig vele készített interjú könyvet Simon Erika. Karnagy és szakács. Így írja a bevezetőben Simon Erika, pontosabban... Az ünnepi műsorral egybekötött könyvbemutató után a nézők megvásárolhatták a kötetet, amit a helyszínen dedikált a kelebiai plébános. A sporthírek előtt néhány szó az időjárásról. Az előttünk álló hét már lényegesen kevesebb csapadékot és több napsütést tartogat számunkra a mögöttünk álló időszakhoz képest. A hét első napjaiban még ugyan előfordulhat zápor és zivatar térségünkben, erős széllel és villámlással kísérve, de a hét közepétől visszatér a nyárias időjárás, és száraz, csapadékmentes időre van kilátás. A legmelegebb órákban már 30 fokhoz közelít majd a hőmérő higanyszála. A strandok a legtöbb vajdasági városban és községben már megnyitottak. Ha hihetünk az előrejelzéseknek, akkor ha tehetik, mindenképpen látogassanak ki a felfrissülés reményében. Gőzerővel robog tovább az oroszországi labdarúgó világbajnokság. Nézzük először a tegnap esti mérkőzést. A brazil válogatott nagy meglepetésre csak 1-1-es döntetlent játszott Svájc ellen az E csoport első fordulójában. Az első félidőben főleg Brazília kezdeményezett, aminek hamar meg is lett az eredménye. Philippe Coutinho bombázott kapufás gólt egy röviden kifejelt labdából. A második félidőben Svájc meglepte Brazíliát, 5 perc alatt ki is egyenlített. Steven Zuber 5 méterrel a kapuba bólintott. Valóságos állóháború alakult ki, gól már nem született, így maradt az 1-1. Ma délután 2 órakor a Svédország Dél-Korea mérkőzéssel folytatódott a labdarúgó világbajnokság. Az első félidő gól nélküli döntetlent hozott, a fordulást követően pedig ismét a videóbíró került főszerepbe. A felvétel megtekintése után büntetőhöz jutottak a svédek, Granqvist pedig nem hibázott, és a mérkőzés egyetlen találatával eldöntötte a 3 pont sorsát. Az F csoportban Svédországnak és Mexikónak 3-3 pontja van, a címvédő németek és Dél-Korea pedig a következő fordulóban javíthat. A várakozásoknak megfelelően mától ismét Roger Federer vezeti a férfi teniszezők világranglistáját, míg a második helyen Rafael Nadal, a harmadikon pedig a német Alexander Zverev áll. A magyarországi Fucsovics Márton karrier csúcsát beállítva újra a 45. helyen szerepel. A szerb Novák Djokovic egy helyet rontva jelenleg a 22. helyezett. Roger Federer azzal került vissza a rangsor első helyére, hogy a múlt héten bejutott az elődöntőbe, majd meg is nyerte a stuttgarti tornát. Ez volt pályafutása 98. végső sikere az ATP körversenyen.
A szerbiai fogadhajtóbajnokság idei első fordulóját rendezték meg a hétvégén Kelebián. A megmérettetésen a legkiválóbb szerbiai lovasklubok csapatai vettek részt. A kelebiai favori lovasklub színeiben a magyar kanizsai Berényi Ákos lett a 2018-as bajnokság első fordulójának győztese. Szerbia fogadhajtó bajnokságának idei első fordulója első versenynapján szombaton délelőtt a legnehezebb versenyszámmal kezdődött a program, ez pedig a díjhajtás. Ezt követte szombat délután az akadályhajtás, vasárnap pedig maratonhajtásban mérték össze ügyességüket a fogadhajtó bajnokság résztvevői. A bajnokságra benevezett 12 fogadhajtó közül volt, aki nem állt rajthoz mindhárom versenyszámban, így volt ez a díjhajtásnál is. A 7 versenyző volt előre jelentve, 3 visszalépett, úgyhogy 4 fogat versenyzett. Az első helyet Bonfort Oliver szerezte meg, a második Gákovics Milán, harmadik Berényi Ákos és a negyedik Keresztes Terész. A Bonfort ménes hajtója Bonfort Oliver tarolt a díjhajtásban. Elég sokat dolgoztunk a tél folyamán, itt a tavasszal még ráerősítettünk egy picit, és elegendő volt, úgy látszik arra ez az igyekezet, hogy az első helyre, hogy a dobogó legfelső fokára sikerüljön fellépni. Akadályhajtásban a kelebiai favori színeiben harmadik lett Berényi Ákos, második a belgrádi Kentaur lovaslup hajtója Nikola Zsivancsevics, az aranyérem pedig Faragó Béla nyakába került, aki szintén a kelebiai favori lovaslup versenyzője. Hát nagyon nehéz volt, de csak sikerre megnyertem. Milyen érzés az első hely tulajdonosa lenni? Hát jó érzés, csak jó. A vasárnapi maratonhajtást csak 4 fogadhajtó vállalta be, köztük Berényi Ákos. Nehéz versenyszámnak számít, nagyon igénybe veszi a hajtót, segédhajtót és főleg a lovakat is. Nekem személy szerint az a kedvenc számom. Maratonhajtásban a kucorai Milán Gákovics győzött. A 3 versenyszám összesített pontszámai alapján a 2018-as szerbiai fogadhajtóbajnokság első fordulójának bajnoka Berényi Ákos lett. Pénteken zárult le a Prosperitáti Alapítvány pályázati kiírásának 5. köre. Arról, hogy sikeres volt-e a mostani kiírás, mely pályázatok iránt volt a legnagyobb az érdeklődés és mik a jövőbeni tervek, Juhász Bálinttal, az alapítvány ügyvezetőjével kollégánk Dóró Alen beszélgetett. Véget ért a Prosperitáti Alapítvány 5. pályázati köre, amelyre több mint 3500 pályázat érkezett. Itt van mellettem az alapítvány ügyvezetője, Juhász Bálint. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nagyon sok pályázat érkezett be. Melyek voltak a legnépszerűbb pályázatok? Valóban elégedettek lehetünk, hiszen nagyjából ennyi pályázatra, több ezer pályázatra számítottunk. A elvárásoknak megfelelően az integrációs együttműködés és az integrációs pályázatokra volt a legnagyobb érdeklődés. Alapvetően a legnagyobb része a pályázatoknak erre is vonatkozott, szám szerint 5 ilyen pályázat. Az előzetes felméréseknek megfelelően a gabona integráció iránt volt a legnagyobb az érdeklődés. Viszont el lehet mondani, hogy a méhész integrációban szinte gyakorlatilag az előzetesen vállalt szerződés szám megszületett. Azt is el lehet mondani, hogy a zöldség integrációban a 3 integrátorunk a vállalt szám fölötti integrációs szerződés számot hozta, a sertés integrációban is gyakorlatilag az előzetes várakozásoknak megfelelően alakult a helyzet. Gyümölcs integrációban is szép számon érkeztek be pályázatok. Azt kell tudni, hogy ezen túl, ezen kívül is fognak szerződni az integrátorok, tehát lehet keresni őket és lehet velük szerződni. Természetesen pályázni eddig lehetett, de aki együtt szeretne működni, egy kiszámítható piacot, egy stabil partnert szeretne a terményei eladásában, az keresheti továbbra is az integrátorokat. Emellett nagyon nagy számú kezdő és induló vállalkozás adta át a pályázatát. Gyakorlatilag sikerült megduplázni a 2016-ban kiírt pályázathoz mérten az érdeklődők számát. Nagyjából 320 pályázat érkezett be. A helyi termékek előállítására, gyártására és forgalmazására összességében mintegy 50 pályázat érkezett be. Azt is
gondolhatnánk, hogy ez kevés, viszont úgy gondolom, hogy nemrégiben teremtődtek meg a feltételei annak, hogy egyszerűsített módon gyártsák, forgalmazzák a termékeiket a helyi termékek készítői. Azt gondolom, hogy ez egy tipikusan olyan terület, amire oda kell figyelni majd a jövőben. Nagyon sok pályázat érkezett, tehát amire mondjuk a tévénézők, illetve a pályázók nagyon kíváncsiak, mikor lesz eredmény, illetve hogyha valakinél volt valami hiányosság, lehet-e azokat pótolni és meddig? Van egy alapszabály a pályázati rendszerben, ez pedig arra vonatkozik, hogy amikor a pályázó beérkezik a területi irodába, akkor átnézik és a hiányosságra felhívják a figyelmet. Én azt gondolom és ebben bízom, hogy hiányos dokumentáció nincs, illetve nem lesz. Viszont, hogyha valaki tudatosan hiányos dokumentációt adott át, akkor az sajnos nem lesz módja rá azt pótolni. Viszont, ha a dokumentumok rendelkezésre állnak, és valamilyen oknál fogva, tartalmilag, valamilyen oknál fogva a szkennelés vonatkozásában a minőséggel van gond, valamit pontosítani kell, további dokumentumot kell bekérni, magyarázatra szorul valamilyen körülmény, akkor egy pontosító e-maillel fogjuk megkeresni a következő napokban. Formai ellenőrzés az most zajlik, ezt követi majd a pályázatok tartalmi ellenőrzés, a megszokott rend szerint egy magyarországi és egy vajdasági szakmai értékelő pontoz, 20 pontot meghaladó eltérés esetén pedig harmadik értékelő kerül bevonásra, és ez alapján kerül majd kialakításra a rangsor, ami alapján a támogatás odaítélésére kerül sor. Ősz előtt nem várhatunk eredményt, úgy gondolom, illetve őszre várhatóak a szerződéskötések, és ennek függvényében mi a munkát megkezdtük, és hát nagy számú pályázat lévén azért időre van szükségünk. A vajdasági magyarok nagy része már biztosan pályázott a Prosperitáti Alapítványnál is, lehet, hogy nyert is, de vannak olyanok is, akik még majd eztán szeretnének, őnekik lesz-e még rá lehetőségük, és milyen pályázati körök lesznek még? Az idejében ezt már többször beharangoztuk és bejelentettük. Még egy pályázatra lehet számítani, ez pedig a házvásárlási pályázatnak a megismétlése. Ez hamarosan meg fog történni, és az idejében a pályázati kiírások sorát azt úgy gondolom, hogy lezártnak tekinthetjük. Ezzel a pályázati körrel kerekítettük le ezt a fejlesztési ciklust. Az idei évben még a nagy pályázatok beruházásainak a megvalósítása van hátra, a közepes értékű pályázatok kifizetései, megvalósításai, és hát hatalmas munka vár ránk még az értékelés, a döntéshozás, szerződés és kiutalás vonatkozása is a jelen pályázati körben. Nem beszélve arról, hogy a kezdő és induló vállalkozások esetén a képzés is még ránk vár. Úgyhogy munka van, az idei végig biztosan nem fog unatkozni. Jó, az Bálintnak köszönjük a rendelkezésünkre, és további sikeres munkát kívánunk. A Pannon Televízió hírműsorát Dóró Alen tudósította. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer címszavakban. Megoldódhat a Krivaja szennyezettségének problémája tartományi támogatással. Megkezdődtek a kísérettségik Szerbiában. Anyanyelv, matematika és kombinált tesztet töltenek ki a nyolcadikosok. Forrong Macedónia, tüntetés sorozat kezdődött a népváltoztatás miatt. Lefagyott Északbácskában a barack, mégis sokan árulják a piacon, drágán. Köszönjük szépen a figyelmüket! A pannonrtv.com weboldalon még több friss hírt és információt olvashatnak, és a riportjainkat is visszanézhetik. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban, és szép estét kívánok, viszontlátásra!